29 évvel ezelőtt, 1993. július 13-án, közel 4,5 évtized után alakult újjá a tábori lelkészi szolgálat. 1994. január 10-én és 11-én aláírták azokat a megállapodás tervezeteket, amelyek lehetővé tették, hogy a tábori lelkészi szolgálatok megalakuljanak. Ezt a határozatot végül 1994. május 17-én látta el kézjegyével Fürr Lajos, akkori honvédelmi miniszter. Az elmúlt közel 30 évben a katolikus tábori püspökség, a protestáns tábori püspökség, valamint a tábori rabbinátus végig jelen volt a magyar honvédség életében. Az alakulatok és a katonák számára biztosították a hit és kegyességi életet, valamint a vallás és lelki gyakorlást. A katonáknak a lelkipásztori ellátását az egyház nagyon fontosnak gondolta, és mindig ott voltak a katonák mellett az egyházi személyek, ott voltak a papok. A gondok akkor kezdődtek el, amikor a katonák megmozdultak, és amikor csaták, háborúk, ütközetek voltak, akkor a papok mentek velük. Az egyházban azért mégiscsak van egyfajta hierarchia, és van egy rend, tehát ki az, aki felel azokért a papokért. Tehát hova tartoznak ők egyházjogilag. És azért született meg ez az intézményesedés, és azért született meg az, hogy legyenek úgymond tábori püspökségek, vagy katonai püspökségek, vagy ahogy a legmodernebben és egyháziasabban mondjuk, a katonai ordinariátusokhoz tartoznak. És valójában így alakult ki az a rend, hogy mi egy egyházi szervezet lévén úgy hívnak bennünket, hogy katonai ordinariátus, ugyanakkor pedig a mi állami nevünk az, hogy Honvédelmi Minisztérium tábori lelkészi szolgálat katolikus tábori püspökség. A tábori püspökség szolgálatai között számos esemény szerepel. Ilyen például a Szent Miség bemutatása itthon és külszolgálatban, a gyermekek és felnőttek keresztelése, a házasságkötések, kegyeleti szertartások, vagy éppen a gyónások és lelki vezetések. A tábori püspökség kiemelt programjai között szerepel a környezet és természetvédelmi gyermektábor, a nemzeti katonai zarándoklat, a Mikulás ünnepség, a szavalóverseny, vagy említhetnénk a Lurdi nemzetközi katonai zarándoklatot is. Minden zarándoklatnak valójában az a lényege, hogy amikor az ember visszatér, akkor a hétköznapjaiban, hogyha visszagondol erre a zarándoklatnak a pár napjára, akkor visszacsenge valami abból az üzenetből, amit ott kapott. Mert ott nagyon sok minden megérintheti az embert. Egy szentmisén, a jelenések barlangjánál, a keresztúton, esetleg van, akit a nemzetközi szentmisén. De vajon az, amikor itthon vagyunk, az visszacsenge, és vissza tudom-e fordítani valójában az életembe azt az üzenetet, amit esetleg ott, akkor én az adott pillanatban kaptam valamiképpen. Mert akkor lesz ez az zarándoklat igazából, én azt hiszem, hogy gyümölcsöző. A katonalelkészek a hazájuktól távoli környezetben szolgálatot teljesítő katonákat is elkísérik. Én azt hiszem, hogy a mi missziónk az, hogy egyrészt mindig ott legyünk a katonákkal, ahol ők tartózkodnak. Ha egy laktanyában vannak, akkor a laktanyában, hogyha egy kiképzésen, akkor egy kiképzésen, egy gyakorlótéren, hogyha egy külszolgálatban, akkor a külszolgálati felkészítésen, illetve a külszolgálaton magán. Takács Tamás ezredes 2000-ben ötvözte az egyenruhát a reverendával, jelenleg a KFOR vezető tábori lelkésze Pristinában, a Film City táborban. Szentesi Csaba alezredes 2002-ben, míg Nagy Ferenc Endre százados 2016-ban került a Magyar Honvédség állományába. Az alezredes szintén Koszovóban teljesít szolgálatot a Novoszelói táborban, míg a százados az EUFOR-ban, a Szarajevói Butmir táborban látja el lelkészi feladatait. A feladatom, hogy a KFOR parancsnok mellett azokat a dolgokat, amik mégiscsak vagy a vallással kapcsolatosak, vagy valamilyen módon hozzám kötődnek, kezeljem. Például azt, hogy a KFOR-on belül bármelyik táborban esetleg szükség van spirituális lelki ellátásra, akkor én azt próbáljam valamilyen módon megszervezni, megoldani, vagy kapcsolattartás a helyi vallási közösségekkel. Alapvetően a tábori lelkésznek a feladata
egy picit másabb, mint a, általában a papoki, a lelkészeki otthon. Fakad ez abból, hogy nekünk megadatik az a lehetőség, hogy sokkal többet vagyunk együtt olyan emberekkel, akikkel a civilek, a civil papok nem tudnak kapcsolatot teremteni, hiszen dolgoznak. Nekünk megadatik, hogy a munkájuk közben lehet ott az ember velük. A misszióban ezt még fokozni lehet, hiszen a külszolgálat idején ezt a 6 hónapot, 1 évet közösen töltjük el. Nekem pont az helytörnyőzés volt az egyik legmarkánsabb példa. Nem az ugrás elsősorban, hanem azt, hogy úgy ugrottunk, hogy sokszor egymásnak hajtogattuk az ejtőernyőket. És amikor láttam, hogy kinyílt az az ernyő, amit én hajtottam, és ő földet ért, én ugrottam olyannal, amit más hajtott nekem, akkor kialakult bennünk ez, hogy bizalom és megbízhatóság. Ez egy olyan alapvető emberi kapcsolat, amire mindent rá lehet építeni. Ugyanúgy részt veszek a napi rendben a többiekkel, és aztán napközben kiderül, hogy van-e valakinek valamilyen problémája, akar-e lelkésszel beszélgetni. És akkor én elérhető vagyok, nyitott vagyok, beülünk egy kávéra és elmondja az életét, a szertartásról, keresztelésre vagy bérmajlásra felkészítés, nagyon sokat beszélgetek. Főleg ez a dolgom, hogy itt vagyok, elérhető vagyok, számíthatnak rám. Mivel nem a saját alakulatommal jöttem el, én Debrecenben szolgálok, kellett egy idő, hogy megismerjenek, meg én is megismerkedjek másokkal. És amikor már látják, hogy hát ez a pap nem egy vaddisznó, ezzel nyugodtan le lehet ülni, beszélgetni, akkor megvan a bizalom. A kontingens katonáinak lelki gondozása, a felmerülő lelki problémák orvoslása, lelki segítségnyújtás, a katonák mentális épségének megőrzése és hatékony munkavégzés elősegítése, kontingens állományának aktív pihenésében való részvétel. Hát ugye itt a hit és a vallás gyakorlat biztosítása, akár olvasmányok formájában is egy-egy szentírás, terepmintás szentírás. A legfontosabb, ezt még a bíró püspök úr is mondta, de a Berta Tibor püspök úr is mindig ezt mondja, hogy velük lenni, közöttük lenni, részt venni az életükben, meghallgatni, közös feladatok végrehajtása, hogy lássák, hogy a pap is lelkész is ember, ugyanazokkal a gondokkal küzd, neki is nehéz a távolét, a misszió, de mégiscsak van, amiből merítkezni, amiből erőt meríteni, és talán akkor így lassan-lassan megnyílnak, és oda mernek jönni, vagy ha én megyek oda, akkor már nyitottabbak, és megszólítanak, és tudunk beszélgetni. Abban mindhárom tábori lelkész egyetértett, hogy a külszolgálatban lévő katonák legnagyobb kihívása az otthon maradottak hiánya. Magával szemben a katona tud kemény lenni, tud harcos lenni. Itt, ha feladat van, azt meg kell oldani. De amikor otthon van valakinek egy beteg gyerek, egy édesanya, bárki, és nem tud segíteni rajta, na ez a fajta tehetetlenség, ez azért nyilván emészt mindenkit. Az otthoni dolgok jobban feszítik a kollégákat. Mert egyszer csak eltűnik otthonról egy fél évre, és ha valami probléma adódik, akkor
nincs ott, hogy megoldja. Kimaradtam a lányomnak a ballagásáról, akkor közben felvették a Zeneakadémiára, kollégiumot kellett keresni. Én nekem ez nem jelent olyan nagy problémát. Most itt vagyok, most itt kell szolgálnom, megbeszélgetjük az otthoniakkal, hogy most ezt az időt így ki kell bírni, nekem itt van dolgom, és akkor ezt elfogadják. Mindenek előtt a legnagyobb kihívás a családtól való távollét. Nehéz ezeket tehát feldolgozni, hogyha jön mondjuk egy otthoni családi probléma, így távolból segíteni az otthoniakat. Úgyhogy ilyenkor nagy segítség, hogyha ott vagyunk én is, mint lelkész, vagy akár ugye a társai tudunk egymásnak segíteni. Takács Tamás ezredes 6., Szentesi Csaba alezredes 4. alkalommal van külszolgálatban. Nagy Ferenc Endre századosnak pedig ez az első missziója. Régi történet már, de itt történt meg, amikor szóltak, hogy keresztelni kellene kicsi gyereket, ami szokatlan egy misszióban. Kiderült, hogy volt katonának a gyereke, aki most tűzoltóként szolgál, tehát valahol mégiscsak a joghatóságom alá tartozik. És lett egy olyan nemzetközi keresztelő, ahol a szülő amerikai volt, a tábor amerikai volt, a keresztanya portugál volt, a pap magyar volt, és gyakorlatilag mindenki ott örvendezett egy pici gyereknek, akinek a látványa is furcsa volt egy katonai táborban. Az igazán katonás katonák is nagyon szeretik a meséket. És hát nyilván nem azzal nyitok az ajtón, hogy szevasztok, hoztam egy mesét, de amikor már úgy megismerjük egymást, akkor azt mondom, hogy nézzétek, nekem erre a szituációra van egy történetem. És nyilván ebből a meséből vagy történetből az adott szituációra neki is eszerült valami, és már is elkezdődött a beszélgetés. Gondolom, hogy egy pap, egy lelkész számára nincs kedvesebb élmény, mint hogy valakit, legalább egy embert egy picit közelebb visz Krisztushoz és az egyházhoz. Ezzel így vagyok én is. A tábori lelkész támaszt nyújt a katonának, de ki segít a tábori lelkésznek? A barátok. Mert itt is, ebben a misszióban is sok kollégámmal összebarátkoztam. És megvannak azok az emberek, akiknek nyugodtan elmondhatom mindenemet. Meg aztán itt van a kollégám a parancsnokságon, a Tamás atya, és hát még szerencse, hogy nincs is olyan messze, és őt is elérhetem, tehát tulajdonképpen, ha papra van szükségem, akkor még őt is megkereshetem. Mindenek előtt a lelkésztársak. Tehát Istennek hála, a katolikus tábori lelkészek, papok nagyon-nagyon kiválóan összetartanak Irina püspök atyával. Tényleg ritka számba menően jó a közösségi élet. Sokat beszélgetünk egymás gondjairól, nehézségeiről vagy örömeiről. Van egy közös csevegő fórumunk is, ahol ha például gondom van, vagy tanácsot szeretnék, akkor írok is, és előszeretettel segítenek. Az egész egyháznak a küldetésében a legfontosabb az, hogy a hit az hallásból ered. És az a hallás az valójában egy fizikai hallás, egy fizikai hangot kell meghallani, és annak az egyik legszélszerűbb eszköze, hogyha mi ketten vagy többen beszélgetünk. Tehát valójában ott kell, hogy legyen a lelkész, ott kell, hogy legyen a pap mindig a katonákkal, legyenek bárhol. És ez a mi küldetésünk, ez a mi szolgálatunk.